versus Cat. Bolha agyak. Csak nyugodtan, Mili. Semmiség lesz. Gratulálok, kicsikém! Az jut eszembe, amikor apám segített felépíteni az első kártyaváramat. Ahogy az ő apja segített neki, meg az anyja, meg annak az apja, ő benne volt a tartóban. Ó, atyám, most meg mire készül a bátyád? Ó, atyám, most meg mire készül, ke? Teli találat! Egy Nora vezet Coopster. Haláli! Ez a legklasszabb dolog, amit apád valaha csereberélt. Nesze neked, Cat! Akarsz még egy kis vuvuzellát? Apa, vigyázz, hol támoljak! Bocs, kicsikém. Coop, muszáj ekkor az ajt csapnod! Igen! Köszönöm! Ez nem olyan, mint darásfészket piszkálni egy bottal, vagy vörösröngyöt lengetni bika előtt, vagy repülni, mint papírsárkány a villámok közt, vagy mindezt egyszerre? Olyan jó munka volt. Lehet, hogy egy kicsit túlzásba esel. Nem lehet túlzásba vinni ennek a szörtelen gnomnak a megalázását. Ha ezeket felvesszük, nyugalomban tudunk dolgozni. Most mutatok egy régi Burton Burger technikát, amivel szupererős kártyavárat lehet építeni. Az alapvető mérnöki tudomány zseniális elemeinek felhasználni. Látod? Erős, mint a szikla! Mi? Tessék? Mi van? Mi? Nem láttátok Ketet? Nem! Vacsora előtt nincs fagyi? Igen, elveszi az étvágyat! A Coop Caponit én is akarok! Nem érdekes. Ó, Cat! Úgy látszik, kidőlt egy kicsit a lila pest is. Mi van itt? Ennyi. Az a kis vacak, amin Cat annyit dolgozik minden szabad idejében. Úgy látszik, Coop kapott egy dupla vuvuzellát. Coop! Coop! Mi folyik itt? Mi van a szemeddel? És mikor tanultad meg a csirketáncot? Mi? Te irányítod Coopot? Lehetetlen! Önkínzás? Ez embertelen! Most megmutatom, mit lehet 3,5 hónap alatt karatéból megtanulni. Nem tudom, mit tettél a barátommal, de ezt... Nem úszod meg, hallottad? Nem fogod megúszni? Várj, ez itt egy kata... Lehet, hogy ez az idő... Nem létezik! Döntetlen! Kell! Ravasz! De bármit csinálsz, egy lépéssel előtted járok. Ne félj, Coop! Megvédelek! Dennis!
Mi van a szemeddel? Kúp? Kúpot hey, én nem akarlak bántani, Dennis! El kell kapni! Végre kész van! Minden egyes kártyalapot felhasználtunk a házban! Több kártya kell! Mi? Dennis, tedd le! Azt hittem barátok vagyunk, ja? Kúp! Segítség! Ajánlom, hogy legyen engedélyed a tűzijátékra! Kúp! 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 Megölni kúpot! Megölni kúpot! Megölni kúpot! Wurtemberger! 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 Kész Kárpec tinkezredes! Mit keresel te ott? Gyönyörű szóló, haver! Micsoda feedback! Gyönyörű vérrontás sejtek! Hozd a kamerát! Bámulatos landolás, macskafiú! De még milyen? Megismételnéd, hogy lefilmezzük? Hé, hey, ti hogy normálisak vagytok már, mint a többiekhez képest? Megmentett a fülzsír. Tudjátok, hogy néz ki egy fülpiszkáló? Segítenetek kell! Az egész város engem akar megölni! Most mit tegyek? Látjuk, holtári! Mivel dühítetted ennyire magadra az embereket? Én nem csináltam semmit, egyszerűen átváltoztak! Zombi! Tűnés, mielőtt zombi eredel leszünk! A zombik az agyra mennek! Akkor nektek nem kell félni! Szerencse, hogy mindig tartok tartalékkártyát, igaz, Milli? Nem, apa! Nem hiszem, hogy ártana a Rebarbarának! Megölni kúpot! Megölni kúpot! Kell valami tenni! Csináljuk azt, amit a zombi gyilkosok alkonyában csinálnak! De a fej azok a tisztára megették! Igen. De a hálátlan halott bosszújában nem ették meg őket! Csak a folytatási! És a hullarabló táborban! Hát mi verték a szurkolók, aztán ették meg! A fenevadnő bosszújában! Bedobták őket a bányába, és aztán ették meg! Te nagy fek! Csokoládéba már ma vették meg! Ó, lásd be, haver! Zombi kaja leszünk! Jaj, nagy fek! De remek felvételeket csinálunk, amikor nekiesnek az agyatnak! Ez a vacak kiesett a fülemből, amikor megszólalt a kürt. Kell valami hangrobbanás! Fölgyere még! Na jó, kapcsoljatok be, és kezdődjön a rock! Egy, két, hát, négy! Várjál már! Melyik számmal kezdünk? A sikító kígyó parádéval D-mollban? Dehogy! Inkább az anarchia görénnyel! Ez az! Mindegy! Legyen mindkettő! Három és négy! Gyerünk mindent bele! Akartok ráadást, hogy mi van? Nem hallom! Mi történt? Két bolha robotokat csinált, amit betett az emberek fülébe, és... Ja, mindegy. Az a lényeg, hogy vége van. Na, ha ezt Kúp meglátja! Én is imádom a delfineket, apa!
Azt hiszem, nem lenne megfelelő most egy győzelmi tánc. Igen, most kihagyom a nesze neked mutatványt. Legalábbis holnapig. Veszélyben a Dennis. Mondtam, hogy Kett készül valamire. Nem tudtál volna reggelig várni. Mióta lehet reggelig várni azzal, hogy megmentjük a világot, Dennis? Tényleg tejjé változtatta a vizet? Ezzel meg lehet szüntetni az éhezést a világon. Ez a szörtelen mután semmit sem csinál az emberiség érdekében. De akkor minek neki az a sok tej? Nekem az az elvem, előbb cselekedj, aztán kérdezz. Ehhez a klasszikus átkaroló hadművelet kell. Körülvesszük? Igen! De használhatjuk a frontális támadást is. Mint mindig. Jól van, cselekedtünk. Jöhetnek a kérdések. Ki, Kett, mit, tejjé változtatta a vizet? Miért? Fogalmunk sincs. Egy, amit Kett csinál, az gonosz. Kettő, ne félj, én megakadályozom. Három, ötös szintű szorításom van ide fönt, segítsök! Bingo! Csak is Dennis képes ezt a parányi töredéket beazonosítani a sok milliárd tervrajzból az interneten! Én? Mégis hogy csináljam ezt? Nem vagyok olyan tekto gyíkrapek, aki lenyom pár betűt és... És már meg is van! Bravo, haver! A vízmű tervrajza! Kett tejjé akarja változtatni Bootsville ivóvízét! De az túl sok tej egy macskának, még egy űrmacskának is. Igazad van, ez rengeteg macskának elég. Elég egy egész macska hadseregnek! Megvagy! Talán, ha jobban megtervezted volna, Kett, nem lógott volna meg a palackkal. Nyugalom, Dennis! Ez az utolsó, és tudom, hogy hol fogom használni. Csak meg kell akadályoznom, hogy ide érjen. Ez csak egyet jelenthet. Meglátogatjuk a lökött Beatrix nénit! Bocs, Coop, de téged olyan nehéz elvinni Bettyhez, mint Kettet az orvoshoz. Csak meglepetéssel lehet. Sajnálom, Millie, a cica nem vehet részt több autózásban. A saját érdekedben és a miénkben. De ne félj, jó kezekben lesz a cicád. Henry tartozik egy szívességgel. Végig van! Jó van, fiam, elég a drámából. Fel ne engedd a székemre! Hagyj csak ma! Au! Beatrix néni vonzódik a Benjohoz! És a szőrös állatokhoz! Gyerünk már, Dennis, vedd fel, vedd fel! Nincs távolsági hívás, kicsikém. Lehallgatják. Remek, most mi lesz?
Szép kutya! Jó kutya! Coop? Dennis, vissza kell fognod kedvet! Minden rajtad múlik! Nyugalom, Coop, már dolgozom rajta! Van egy tervem! Ne! Semmi terv! Ha megszerzem a folyadék képletét, akkor semlegesíteni is tudom. Képzeld! Két esetében nem lehet könnyen győzni. Az egyetlen stratégia, hidd el, a szemtől szembe, karom köröm ellen! De a végén mindig a karom lesz szemben. Jó, szóval érted. Figyelj, amikor Cat odaír a vízműhöz, akkor azt csináld, hogy... Dobjon be újabb 25 centet. Kell egy fűnyíró, 3 betonkocka, egy kötél és egy... Remek. Se apró, se kocsi. És még esik is. Ó, ne már! Jó kis kutya! Szép madárkák! Jó kis kutya, szép madárkák! Most jön az A-terv B része. Született tehetség vagy, Millie? Apa, kell egy kis apró vészhelyzet van, segíts! De sajnálom, Coop, miért kell neked apró... Coop! Hey, mondd csak, Beatrix néni, mire cseréled el a benjókat? Ne, futj ki arra van! Tej és ecet nem keveredik. Talán az ecettől megalszik Cat folyadéka. Nem megy. Miért nem mondtad, hogy kérsz egy kis éjszakai csemegét? Hamarabb kértem volna hamburgert. Vigyázz a szemedre! Mindjárt feldobom a hamburgert a nagyi házi mártásával. A neve palackos vulkánkitörés. Talán Cat folyadékát is tönkre teszi. Haha, még az űrlények kémiai tudása se veszi fel a versenyt a nagyi csípős mártásával. Oh, yeah. Nagyon jó lett. A nagyi csípős mártása mindig könnyet csal az ízlelő bimbomra. Ajaj, mindig csúnya égető mellékhatása van. Elnézést, ki vitte el a csípős mártást? Cat! Mi? Ne! Lehet, hogy nem vagyok hős, se komputer zseni, de a tervek embere vagyok. Íme! Palackozott vulkánkitörés! Csípős mártás a tejbe! Ki, mint aki futva jött Beatrix nénitől. Igen, de azok a rohadt keselyük, azok... Nyugalom, Coop, minden rendben. A föld megmenekült, hála a házi csípős mártásnak és a tervemnek. Ez vagyok én. Igen! Gyerünk! Táncoljak az fiának én neked! Nem is volt olyan szörnyű a látogatás. Beatrix nénivel nem könnyű alkudni, de végre elcserélte a benjót. De nem baj, hogy nincs kocsi.
kicsink, apa? Hát, baj, de ezért vettem rá, hogy a Benjo mellé ide adja a Bén Josephint is. Most te tartozol nekem egy szívességgel és egy új szőnyeggel, a hajópadlóval, ebédlő garnitúrával és egy vadonatúj állítható karaszékkel. Mr. Cat is jól érezte magát a vendégségben. Magyar szöveg Csányi Zita és Katona László, vágó Ádám Gyöngyi, hangmérnök Sukkégel Sándor, gyártásvezető Kovács Maria, szinkronrendező Hirt Ildikó. A szinkront a Disney Character Voices International megbízásából a Digital Media Services készítette.